Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Vendégünk Szemerényi Pataki Klaudia, Kecskemétváros polgármestere. Köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm a rádió hallgatóit, köszönöm a meghívást. Csütörtökön volt Kecskeméten a Városházán a közgyűlés, fontos döntések születtek. Kezdjük azzal, hogy áprilistól mondhatni a tömegközlekedésben változás, pozitív változás, hogy nagyon kedvezően vásárolhatnak majd a kecskemétiek bérletet és utazhatnak. Plusz még arról is beszélnünk kell, hogy egy P plusz R parkoló kialakítása is folyamatban van majd. Igen, hát jó gyakorlat és jó példa alapján hoztuk meg a további radikális árcsökkentésről szóló döntést, és az a jó hírem, hogy egyhangulag hozta meg ezt a közgyűlés, hiszen bevált a tavalyi próba üzemünk, mégpedig az, hogy a tanulók körében 1000 forintért lehetett utazni, és most ezt tovább csökkentettük 100 forintra, és mindezt kiterjesztettük a nyugdíjasokra is, a teljes nyugdíjas korúakra, beleértve például, akik a nők a 40-nel mentek el nyugdíjba, most már azok is használhatják ezt a kedvezményes havi bérlet konstrukciót, illetve a dolgozói bérletekre is egy óriási kedvezményt retettünk javaslatot, úgyhogy április 1-től, akinek van Kecskemét kártyája, 3500 forintért tud havi bérletet venni, akinek pedig nincs Kecskemét kártyája, ő pedig 5000 forintért fog tudni havi bérletet vásárolni. Ez majdnem 50%-os csökkenés a tavalyi ár bérletáraihoz viszonyítva. Sokan ugye Kecskemétre érkeznek a környező településekről, és ahogy már a felvezetőben is említettem, lesz egy P plusz R parkoló itt Kecskeméten. Hol lesz, mi lesz ennek a funkció, és gyakorlatban hogyan működik majd? Igen, az első példánk és az első kijelölt hely az Homokbányán lesz, a Decathlon mellett kerül kialakításra. Ez is egy példaértékű, hiszen az ottani fejlesztő felajánlásának köszönhetjük azt a területet, amit a P plusz R parkoló kialakítására biztosított. Egy murvás, bekerített, kamerával őrzött területről beszélünk. Ugye ebből a térségből, ebből az irányból érkezik jelen pillanatban a legnagyobb forgalom a város térségébe, ugye Helvécia, Ballószög, Kadafalva, Izsák, Kerekegyháza irányából érkeznek a legtöbben, és meg lehet azt tenni, hogy ott hagyják az autót, és a parkoló jegy megváltásával pedig ingyenesen igénybe tudják venni a tömegközlekedés helyi járatait Kecskeméten. Gyakorlatban ez hogy fog működni? Úgy hallottam, hogy jelentős kedvezményekkel utazhatnak. Egyrészt, hogy tényleg aki autóval érkezik, ott leteszi az autóját, akkor egész nap buszozhat? Igen, hát ez gyakorlatban úgy néz ki, hogy a megváltott jegyén, ugye rajta van az a dátum, hogy mikor váltotta meg a jegyet, hány óra, hány perckor, és onnantól kezdve 24 órán keresztül, amikor felszáll a buszra, a buszsofőrnek megmutatja ezt a megváltott parkolójegyét, és a buszsofőr ellenőrzésével tud ingyenesen felszállni a buszra. Hogyha pedig ugye többen érkeznek, lehet az is, hogy a gyermekével érkezik, vagy a feleségével, vagy édesanyjával, hát őnekik lehet, hogy már eleve kedvezményes tömegközlekedési bérleteik, jegyeik is vannak. Ha pedig nincsen, akkor is azt gondolom, hogy már azzal elérnek kedvezményt, hogyha két főből csak egy főnek kell kifizetni a teljes vételárat, hiszen már az jelent egy 50%-os támogatást a helyi jegyvásárlása kapcsán. Ez a parkoló már április 1-től működni fog, tehát hiszen ugye február közepét írunk, mindjárt itt van az április. Igen, működni fog, tehát úgy alakítjuk ki, hogy működjön. Amennyiben beváltja a hozzáfűzött reményeket, akkor már 2-3 területet is kijelöltünk, hogy hol tudjuk a városban ezt a szolgáltatásunkat bővíteni. Bízom benne, hogy ezzel is hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy a városban a levegő minőségét tudjuk javítani, azt a leterheltséget az útjainknak, amelyek vannak, és amelyek folyamatosan növekednek is, hiszen a munkahelyek újak jönnek létre, hiszen a szolgáltatásai bővülnek a városnak, a térség az gyarapodik, ezzel kapcsolatosan ugye az utak is gyarapodnak a forgalommal, és próbálunk ezen enyhíteni a következő években. Ez is egy eszköze és lehetősége, hogy a forgalmi káoszokon és a közlekedési leterheltségen enyhítsünk. Zenélünk, aztán folytatjuk a beszélgetést.
Továbbra is vendégünk Szemerejné Pataki Klaudia Kecskemét város polgármestere. A Rudolf kert, mondhatni a városnak egy olyan negyede, amely folyamatosan megújul, és hát most is zajlanak munkálatok, és ugye a hétvégén ünnepelte a Bagoly Egészségháza a 30. születésnapját, és a két dolog között van összekapcsolódás, ha jól tudom. Igen, van összekapcsolódás. Ugye 2014-ben indítottuk el a Nyugati Városkapu nagy területfejlesztési projektünket, és azóta számos eredményt ért el ebben a Nyugati Városkapu projekt fejlesztésében. Többek között ugye például az egyetem megépült, a homokbánya egy komoly revitalizációs folyamata indult el, és a Rudolf laktanyának is látjuk a megújulását. Ugye egy régi műemlékvédettség alatt álló épület együttesről beszélünk, aminek ugye az első jelentősebb és legszebb épülete az a család és gyermekjóléti központ lett, majd utána látjuk már a bővülését a tovább Kadaelek középiskolának az építésével, az ápolók szórakozóhely megépítésével, és most jelen pillanatban, amit látnak, ugye a Vincent mögött, a Vincent étterem mögött újítjuk fel az egyik nagy lovardánkat, és mellette egy közösségi teret, úgyhogy ez egy játszó, szabadidős, rekreációs térnek újul meg, ahova különböző szabadidős szolgáltatásokat tervezünk a jövőkben a város lakosságának. És van még azért ott 5 istáló, és még egy nagy lovardánk, ezek darabjai több ezer négyzetméter alapterületűek, tehát van még hely fejlesztenünk, és szerencsére egy nagyon jó ajánlatot és egy nagyon jó együttműködést tudtunk kialakítani az első istáló fejlesztésére. Mégpedig ezt a Bagoly Egészségházzal tudtuk közösen kialakítani ezt a jó ajánlatot. A városunknak van egy városfejlesztési alapkezelője, és az alapkezelővel közösen egy finanszírozási modell keretében egy szakmai partner, egy szakmai befektető bevonásával az első istálóban egy magánklinikát tud kialakítani a Bagoly Egészségház, ami bővíti Kecskemét egészségügyi szolgáltatási platformját. Ugye régóta jó kapcsolatban van, és szakmai partnerségben van a Bagoly Egészségházzal a város, hiszen a Bagoly utcán ott orvosi rendelőknek biztosít helyet és teret, házi orvosoknak, gyermekorvosoknak, illetve a kórház a szakellátásán tehermentesít ez a Bagoly Egészségház, hiszen a különböző szakrendelések, fülorgégészet, reumatológia, speciális tüdőgyógyászat, bőrgyógyászat, és még lehetne sorolni tovább, vannak TB ellátott formában és magánfinanszírozásban is. És egy olyan jó működő modell, ami 3 lábon áll, ugye a magánbefektető, az önkormányzat és állami együttműködésen alapul, és úgy látszik, hogy ez egy nagyon jól működő modell, és ezt tudjuk tovább folytatni, és ennek egy új létesítménye kerül a Rudolf laktanya egyik épületébe. Ez lesz, ha jól olvastam, a Bagoly Klinika, amely majd várhatóan 1-2 éven belül megvalósul és elkészül? Így van, igen, úgyhogy bízom benne, hogy neki ugranak a kivitelezésnek és a terveknek, a tervezésnek, és hamarosan halljuk a egészségház részéről a további információkat és kommunikációkat ezzel összefüggésben. Itt van még velünk Szemerejné Pataki Klaudia, Kecskemét város polgármestere. Csütörtökön volt a közgyűlés, többek között arról is lehetett utána olvasni, hogy például az óvodai csoport létszámokról is született döntés. Mi tudatunk erről a csoport létszám bővítésről? Miért kellett egyébként például bővíteni, és ez a bővítés konkrétan mit akar? Igen, az óvodai férőhelyek és a bölcsődei férőhelyek bővítésénél próbáljuk azt a területi igényeket is kielégíteni, amelyek a lakosság és a családok részéről fölmerülnek. Most az a tendencia, hogy a belvárosból kihúzódott az igény a város különböző pontjaira, mondhatom itt Hetényegyházára, Katonatelepre, Kadafalvára, vagy akár más térségekben is, és tulajdonképpen ezt próbáljuk lefedni, és ezt próbáljuk egy kicsit harmonikusan megoldani. Ennek megfelelően új bölcsödék is épültek, el is készültek. 136 férőhelyel bővült Kecskeméten a bölcsödei ellátási területünk, ami önkormányzati fenntartású és önkormányzati finanszírozású bölcsődei férőhely. Ugye teljesen új épült Katonatelepen és Hetényegyházán, és most kezdjük el az építését a kadafalvi bölcsődének is, és hamarosan ugye befejeződik a Klapka utcán is a bölcsődének a felújítása. Úgyhogy ebben is egy óriásit és egy nagyon nagyot léptünk előre. Nagyon jó hír az, hogy a szülők bizalommal fordulnak ehhez a
speciális ellátási típushoz. Nagyon jó, hogyha valaki édesanyaként meg tudja tenni, hogy 3 évig otthon marad, és segíti a kisgyermekének a nevelését, de az is egy feladat, hogyha valakinek vissza kell mennie dolgozni, vagy visszatér a munka világába, akkor biztonságba tudhatja a piciét 3 éves koráig is, és ennek a megfelelő szolgáltatásnak a színvonalát maximálisan biztosítja a város jó megelégedéssel a szülők körében. És a beszélgetés végén még egy kérdés, illetve ugyancsak a közgyűlésen merült fel, illetve téma volt a közvilágítás. Igen, téma volt a közvilágítás, ez évek óta téma, és évek óta valamilyen lépésben haladunk benne, hiszen már fogadtunk el olyan terveket, hogy hol lesznek bővítések és vezérszállal ellátott területek, ahova ki tudunk helyezni lámpatestet. Ezbe is tartottuk ezt az ütemezést, de most egy újabb lehetőség nyílik számunkra, mégpedig az, hogy a fennmaradó lámpa cseréket is el tudjuk végezni. Nagyobb arányban kell elvégezzünk a lámpacseréket, amelyek korábban nem volt, nem érintették a ledes korszerűsítését a városnak, hanem sokkal nagyobb arányú az a része, ahol nem cseréltük ki ezeket a lámpatesteket. Ennek előkészítettsége már megtörtént. A tárgyalásokat lefolytatjuk, most zajlik majd ennek a közbeszerzési kiírása és beszerzése. És hát ugye több kérdés merült fel, meg tisztázandó kérdés, mert itt 1000 kézben vannak a szálak, ugye azt kell tudni, hogy mi egyedül egymagal nem tudjuk megoldani a közvilágítás kérdését, ehhez a Magyar Villamos Művek elengedhetetlen munkája szükséges. Mi csak az aktív lámpatestekért vagyunk felelősek, de viszont, hogy oda elérjen a elektromos szál a különböző városrészeinkre, megfelelő tulajdoni jogi és hozzájárulási kérdéskörök tisztázásával ebbe az MVM nélkül mi nem tudunk lépni. Illetve amiben tudunk lépni, az látható, hogy ilyen napelemes lámpatesteket helyezünk ki, az egy önálló döntésünk, de hát nyilván az egy ideiglenes megoldásra ad lehetőséget, egy teljes korszerűsítésre kevésbé, és az a döntés született a közgyűlésen, hogy itt is hozzunk létre egy bizottságot, és a bizottság segítse meg a szakpolitikának a munkáját, a képviselők csatornázzák be az észrevételeiket, a kérdéseiket, a fejlesztendő területeket, és hozzunk bölcs döntést annak érdekében, hogy a közvilágítás esetében is egy sokkal informatívabb, láthatóbb, érthetőbb fejlesztési csomag induljon el a városban. Köszönöm szépen, polgármester asszony, hogy vendégünk volt. Köszönöm szépen a meghívást.